Mindenek előtt azt kell megállapítanunk és rögzítenünk a magunk számára, hogy a jelenkorban az Isten felfogások istene, amit Istenként elgondolnak, tételeznek, az valójában nem Isten. Ebből az következik, hogy egy nagyjából, értelmileg nagyjából kvalifikált ember számára, komolyabb értelmi képességekkel rendelkező ember számára azok az állítások és azok a tételezések, amik ezen a vonalon elhangzanak, rövid úton egy tarthatatlanság benyomását keltik, és ezáltal nagyon könnyen az Isten tagadás állapotába juttatják az illetőt. Most ennek kapcsán azt is meg kell állapítanunk, hogy amit az ateisták, tehát az Isten tagadók, a deklaratíve Isten tagadók tagadnak, az többnyire nem az, amit mi Istenként, Isten fogalomként, Isten metafogalmaként állítunk. Tehát valójában ez szalma, úgynevezett szalmabáb érvelésről van szó, hogy a cáfolatok, azok történetesen lehet, hogy igazak, csak éppen nem arra vonatkoznak, amit Istenként vagy az istegségként adekvát módon állítani kell, vagy állítani kellene. Tehát a Bui Ferenc barátom felvetette azt, hogy hol van Isten? Vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Tehát hiszem, Isten létét elhiszem majd akkor, hogyha látom. Most aki ezt így ilyen szinten veti fel, ugye a legvaskosabb érzékszervi észlelés síkján, akkor az vajon milyen választ vár erre? Tehát azt a választ várja, hogy menjen ezen az utcán végig, ott forduljon jobbra, aztán a következő balra, ott talál egy lépcsőházat, menjen fel a második emeletre, és ott a 22-es lakásba, ha benyit, ott lesz Isten. Tehát, hogy akkor, amikor oda benyitott, valójában Istennek milyennek kellene lennie? Mit kellene ott látnia? Milyen kiterjedésűnek kellene lennie? Milyen méretűnek? Mit kellene annak ott mondani, vagy nem mond semmit? Tehát látjuk, hogy a vulgaritásnak ezen a szintjén, ez a hiszem majd, ha látom, sőt, olyannal is találkoztam már, hogy azt mondja, akkor se hiszem, ha látom. Tehát a vulgaritásnak ezen a szintjén valójában semminek nincs értelme. Semminek nincs értelme. Ezen a szinten valójában mind az állítások, mind a cáfolatok egyaránt érvénytelenek. Tehát körülbelül azonos síkon érvénytelenek. Ugyanígy érvénytelenek egyébként a különböző vallás vagy szentkönyv elfogadások és elutasítások. Valamilyen teljesen esetleges, általában szentimentális okból kifolyólag van, aki elfogadja, van, aki meg nem fogadja el. De az a fontos, hogy az elfogadás is inadekvát, mert az, amit ilyen szinten elfogadnak, történetesen Istenként elfogadnak, az valójában, ha alaposabban megvizsgáljuk, az nem Isten. Ugyanis, amit mindenek előtt legfontosabbként meg kell állapítanunk, hogy Isten, amit eredetileg és megfelelőképpen értettek ezen a mondhatjuk azt, hogy az emberi szellemtörténet legfontosabb fogalmán, az először is nem egy tudati objektum. Tehát nem valami olyasmi, ami a tudatban tárgyként, tárgyiasultságként, objektivitásként meg tud jelenni. Akkor sem, hogyha ez történetesen személyként, tehát antropomorfisztikusan gondolják el. Tehát a vonatkozásban, ahogy a szubjektum, akció, objektum kibontakozik, tehát én vagyok az észlelő, mint szubjektum, észlelés, mint akció, és észlelet, mint objektum, és az a tudatban tárul fel. Tehát ilyen értelemben a személy is tudati objektivitásként tárul fel, jelenik meg. De ilyen értelemben, ami tudati objektivitásként feltárul, az bár lehet Istennek nevezni, és bőven nevezik is egyébként annak. Történetesen lehet, hogy nem egy vaskos materiális értelemben, hanem valamilyen szubtilis, finomabb materiális értelemben elgondolva, de ez valójában, ha tartjuk magunkat a
fogalmak legkomolyabb értelmezhetőségének a kötelezettségéhez, akkor azt kell mondanunk, hogy ez valójában, ha annak nevezik, ha nem, ez valójában nem Isten. Ezek az elképzelések ugye az egészen vulgáris szintől, amiben ugye Isten egy öreg, hosszú szakálú bácsiként jelenik meg, aki valahol a felhők között ül, onnantól kezdve a különböző energiamezők, láthatatlan erő, vagy egy nagy programszervező menedzser, akit ugyan nem látunk, de az én életem bonyolításának, mint egy a fő igazgatója, attól függően igazgatja jól a dolgokat, hogy én szolgálatkész, és megfelelő odafordulással rendelkező vagyok, vagy valami vásott gyerek, és rosszként elfordulok, és nem vagyok hajlandó őt szolgálni. Tehát valahogy így bontakozik ki az a kép, amit azt mondhatjuk, hogy az Isten elképzelések legalacsonyabb szintje. Természetesen ez is jobb, mint a deklaratív Isten tagadás, tehát valamilyen szinten megtartja az illetőt egy nagyjából önmagának rangot tulajdonítható életkörében, de hát azért ez nem az a szint, amelynél megragadva azt mondhatjuk, hát igen, itt most eljutottunk az Isten fogalom végső szintjéhez. Valójában az is egy probléma, hogy azok, akik magukról azt állítják, hogy Isten hívők, vagy Isten imádók, azok többnyire nominális szinten azok. Tehát ez többnyire egy nominalitás formájában jelenik meg, és a komolyabb, elsősorban nyilván az önvizsgálatot igényel, de a komolyabb önvizsgálat eredményeképpen valójában az illető eljuthatna oda, hogy az, ami az ő, mondjuk így, hogy életképzeletének a középpontjában áll, az valójában nem Isten. Itt merül fel egy rendkívül fontos fogalom, ugye az idololatria, vagyis a bálványimádás. A bálványimádást a vallásokban, respektíve a kereszténységben, illetőleg az iszlámban is, a legfőbb halálos bűnnek tekintik. Vajon miért? Miért olyan nagyon nagy probléma ez? Azért ez a legnagyobb probléma, hogy megvizsgáljuk, hogy mit kínál valójában eszkatológiailag, vagy szótériológiailag, tehát az élet megváltással, hova fut ki az élet, tehát hogy mit kínál valójában az ateizmus, és mit kínál a teizmus, itt óriási különbség mutatkozik. Ugye az ateizmus az a semmit kínálja végkifejletként, tehát az élet az a biológiai fogantatással kezdődik, és a biológiai halállal ér véget, és utána nincs semmi. Itt tehát nincs mese, a dolgoknak nincsen további következménye, illetőleg nincs is olyan távlat, amit amennyiben az ember azt a szemléletet magáévá teszi, és elsajátítja a lehető legtökéletesebben, annak van egy konzekvenciális perspektíva. Ennek nincs. A teizmus legmagasabb szintjein, és a vallások is gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy hát ha nem is azonos formában, de egyöntetően, végkimenetelgyanánt nem kevesebbet ígérnek, mint a halhatatlanságot. A halhatatlanságot. Na most, hogyha ezt komolyan vesszük, akkor a bálványimádás az ténylegesen halálos bűn, mert ugye, hogyha a halhatatlanságot Isten és az Istennel kapcsolatos megfelelő hozzáállás felvétele egészen a deifikációig elmenő, a megistenesülésig elmenően értem ezt, azt kínálja, ami a halhatatlansággal esik egybe, akkor itt valóban nem mindegy, hogy az ember mit tesz a szemléletének a középpontjával. Valójában a legtöbb bálványimádó, most használjuk ezt az imádat szót, ez az imádat szó eléggé inadekvát, valójában arról van szó, hogy ahol a szíved, ott az Istened. Tehát, hogy mi az, ami az illetőnek az élet képzeletének a középpontjában van. Ez többnyire nem tudatos. Tehát mondhatja az illető nominálisan, hogy én Isten hívő vagyok, és nekem a legfontosabb az egész életemben az Isten imádata, vagy az Isten tisztelete, az Istenség tisztelete, az valójában egyáltalán nem biztos, hogy úgy van. Ennek kapcsán a Tarkovszkinak van az a Stalker című filmje, bizonyára látták mindannyian. Ott ugye van egy ilyen zóna, ilyen
sci-fi keretek között bontakozik ki a történet, ami nagy valószínűséggel a léleknek a szimbóluma, és akkor ennek a zónának a középpontjában van egy szoba, ahova belép az ember, és akkor ott a legrejtettebb kívánságai teljesülnek, meglátja azt, hogy mi az, amit valójában ő a szívében hordoz. Mi az életképzeletének, az imaginációjának, ahogy Hanvas mondja, az imaginációjának, mi van a középpontjában. És történetesen ebben a filmben kiderül, hogy az illetőnek nagyon szép idealisztikus elgondolásai voltak saját magával kapcsolatosan, de amikor visszatért a zónából, akkor meggazdagodott. De valójában ő gazdagságra vágyott, nem pedig arra, hogy valamilyen idealisztikus létformával legyen belső koherenciában. Tehát ilyen bőven van, hogy kiderülhet az emberről, hogy ő azt gondolja magáról, hogy igen, milyen szép, és akkor közben nagyon másról van szó. Na most valójában az, hogy az életképzelet középpontjába behelyezzük ezt a metafogalmat, hát az egy nagyon komoly iniciatikus művelet. Valójában ebből a szempontból megragadva a jelenkori civilizáció problematikáját, a jelenkori nyugati civilizáció problematikáját, azt is mondhatnánk, hogy valójában itt az a probléma, hogy majdnem mindenki bálványimádó lett. Tehát az életképzelet középpontjában nem az a meta idea, ideán túli idea van, amit szimbolikusan és konkrétan istenként, istenségként írtak le a különböző metafizikai tradíciók. Tehát egy bálvány, amit ugye a klasszikus teológiai definíció ezzel kapcsolatban az, hogy teremtményt istenként imád. Én ezt úgy fogalmaznám meg a saját szavaimmal, hogy a partikuláris abszolútizálása. Tehát valamilyen partikuláris, részleges érvényűt abszolútizál, és abszolútként von az életképzeletének a középpontjába. Hát a bálványok imádásának sorát követi el az ember az élete során. A gyermekkorában, amit a homokozó lapátra való vágyakozástól a pénz, hatalom, nő, autó, de ezek valójában mind bálványok, amikért az emberek gyakorlatilag egész életükben futnak. És mi a probléma ezzel? Hát az a probléma a bálványa, mi a bálvány? Valójában egy tudati objektum. Egy olyan objektum, ami a tudatomban, az én mindig az egyes szám első személyben vett tudatomban, egy objektumként megjelenik. Márpedig minden objektum lényéből kifolyólag partikuláris, vagyis a részleges jellegű, vallási nyelven mondhatjuk azt, hogy teremtmény. Márpedig a élet végén, ugye abban a kritikus szituációban, amit a halál jelent, ez a partikularitás az embert nem fogja megmenteni. Még akkor sem fogja megmenteni, ha történetesen ezt a partikularitást, ezt a részlegességet ő Istennek nevezi. Mert a tudati objektumoknak az a lényegi természete, hogy van egy létüket előfeltételező principium, alapelv, az pedig maga a tudati objektivitást elgondoló, konstatáló, érző, akaró tudatfunkciók, tehát a tudatfunkcióban, mint aktivitásban feltáruló alany. Tehát ahogy az akció és maga az objektum előfeltétele az alany, azt lehet mondani, hogy az alanyhordozó ember, aki a halál küszöbén átlép, és egy tudati objektivitásba veti a bizalmát, az ott nagyon nagy problémával fog szembenézni. Ott tulajdonképpen az a bukást jelenti. Azért jelenti a bukást, mert a tudati objektumnak előfeltétele a tudatfunkció. Tehát például, ha gondolati síkon tételez egy istenséget, Istent vagy istenséget, tehát az a feltétele, hogy ő Istent tudja tételezni, hogy gondolja. Akkor az a probléma, hogy a gondolkozás, tehát amit ugye a szanszkritban a manasz kifejezés ír le, az elenyészik a halál pillanatában. Tehát ott valójában akkor semmi nem marad. Mondják azt, hogy Jézus megment. Hát amennyiben Jézus egy gondolati konstrukció csupán az illető számára, akkor az ott nem sokat fog segíteni. A Jézusnak a lényege nem ez.
de nem egy tudati objektivitás. És egyik istenségnek sem ez a lényege, függetlenül attól, hogy hogy nevezzük. Tehát egyébként a sírk arabul, amivel a bálványimádást jelölik, az csapdát, keletcét jelent szó szerint. Tehát egy olyan csapdában és keletcében van az ember a partikularitás abszolútizálása révén, ami ugye halálos bűn, tehát most nem morálisan értve, egy olyan szituációba hozza az embert a halál pillanatában, ami végzetessé válik. Ami végzetessé válik. Ugye ezt azt, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, tehát ez nem arról van szó, hogy a falra felakasztok valamit, és akkor azt kvázi imádom. Itt arról van szó eredetileg, hogy mi van az életképzelet középpontjába helyezve. És hát a jelenkori világ, ami ugye a jelenkori nyugati világ, aminek elsődleges ismérve, nem győzzük elégszer mondani, az, hogy egy antitradicionális, vagyis egy hagyomány ellenes világ, hát az gyakorlatilag lépten-nyomon azokat a sugalmazásokat, szuggesztiókat ontja magából, hogy a különböző partikularitásokat és bálványokat képek mágiájával, a szórakoztatás révén, az oktatás révén, tehát igen kiterjedt apparátus révén az életképzelet középpontjába behelyezve. Mert olyan életképzelet nincs olyan ember, akinek az életképzeletében nincs semmi. Tehát vagy Istent imádja, most összeönnél a szónál maradva, tehát vagy Istent teszi az ember a lénye középpontjába, vagy egy bálványt. Vagy bálványok sorát. Nincs más lehetőség. Még van az iszlámban egy fontos fogalom, ugye, amit a takfirizmus ír le, ez a társítás, a társítók. Olyan is van bőven, aki nem mondjuk nem deklaratíve ateista, tehát, hogy az Isten tiszteletet nominálisan magára nézve elfogadja és gyakorolja, hogy mellé társít bizonyos partikularitásokat. Társít mellé bizonyos partikularitásokat, és ezáltal lényének erőit, tudati és akcionális erőit megosztja, és valójában a végső állapotban, ami a realizáció eredményeként kellene, hogy megjelenjen a halálban, ott kár fog szenvedni. A legfőbb parancsolat a kereszténység szerint Istenedet, Uradat imádd teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elméddel. Ez a legfőbb, még Jézus is megerősít, hogy ez a legfontosabb parancsolat. Úgy szokták kezelni, mint hogy elhangzott valami. Azért ez a legfontosabb, mert valójában, ha a halál pillanatában nem Isten, és nem Istenként felfogott Isten van az életképzeletem középpontjában, akkor ott biztos, hogy bukás lesz az eredmény. Nem feltétlenül a megsemmisítődés, mert azt már mondtam, hogy a halálban nem semmisül meg a szellemi lélek hordozója, az alany hordozó ember, de hogy ott nem pozitív kibontakozása lesz az eseményeknek, az nagyon valószínűsíthető. Nem azért fenyegetőztek pokollal, hogy az embereket megriasszák, mint hogy a stupid marxisták elgondolták, hogy a vallás a népek ópiuma, milyen hülyeségek, hanem azért, mert gyakorlatilag bizonyos életpraxisnak megvan a maga következménye. Természet törvényszerűen, lélektelenül, ridegül, mindenféle emocionalitás nélkül. Tehát nem úgy van, hogy akkor lesznek jól dolgok az életembe, ha én egy elképzelt Istennek állandóan így térden csúszva meg akarok felelni. Nem, hát a tettek, azok, amik bekövetkeznek valójában a jelenben, azok döntően a múltban elkövetett tetteknek a következményei. Tehát 30-35 éves korig könnyű azt mondani, hogy Isten elintézte, a feleségem van, gyönyörű családom, meg imádom Istent, micsoda szép az élet. Amikor az élet erői elkezdenek kimerülni 40-50-60 év körül, akkor nagyon sokszor eljut oda, hogy Isten tagadáshoz, mert kezdenek a nem jó dolgok bekövetkezni. Ugye öregség, betegség és aztán a halál előszobája. Ezek rendkívül kellemetlen dolgok annak a számára, akinek nincs más Isten fogalma, mint a nagy J-vel írt jó Isten.
Valójában ezek nem, tehát Isten nem ezen a szinten, hogy ezeket igazgassa. Továbbá Isten nem morális kategória, mint ahogy a szentség sem morális kategória. Tehát ez azt jelenti, hogy a jó és a rossz dialektikus fogalmán végtelenül túl van Isten. Tehát ehhez képest végtelenül transzcendens. Transzcendens azt jelenti, hogy meghaladja. És egyébként immanens is ebben a vonatkozásban is. Meghaladja transzcendentális, tehát és immanens értelemben. Tehát a füligérő mosolygó, tehát ez, amit Hanvas úgy mondta, hogy ájultnak lenni Istenben, ez valójában egy nagyon leszűkített érvényű koncepció. Nem mondom, hogy ennek semmiféle érvénye nincs, de ez valójában egy nagyon leszűkített koncepció. Ha ezek után meg akarjuk vizsgálni a, mondjuk így, hogy a szellemtörténet és a tradíciók világában azt, hogy hogyan jelent meg Isten és az Istennel kapcsolatos elképzelések, akkor itt ismét egy szinopszishoz, egy együttlátáshoz kell folyamodnunk. Tehát nem tartom szerencsésnek egy partikuláris szemléletből, egy partikuláris tradícióból értelmezni kizárólag a dolgokat, holott fenntartom azt, hogy egy relatíve abszolút univerzumból, relatíve abszolút univerzumból, amilyen a vallás, valamely vallás, a partikuláris megállapításoknak abszolút érvénye van. Tehát az, amit egy vallás egy bizonyos formaként felvet a metafizikai és spirituális igazságok vonatkozásában, annak bár a formai része az egy partikuláris érvényű valóság, de amire mutat és amire utal, az abszolút érvényű. De ha ezen túlemelkedünk és ténylegesen egyetemesen akarjuk megragadni, akkor a teizmus különböző formáit különböztethetjük meg. Felírtam volna, de nincs tábla, úgyhogy kénytelen leszek mondani. Az első, ami ugye a legfontosabb fogalom a teizmus kategóriáján belül, az a különböző panteizmusok. A panteizmus, aminek két alapvető formája van, ugye a panteizmus immanentális és a panteizmus transzcendentális. Ugye ez azt fejezi ki, hogy minden Isten. Azt fejezi ki, hogy Isten és a világ mindenség azonos, és az immanentális panteizmus esetében a hangsúly a mindenségen van, transzcendentális panteizmus esetében pedig Istenen van a hangsúly. Most itt fel kell hívni egy fontos szemléletbeli deviációra a figyelmet, ez pedig a centrum nélküli panteizmus. Minél vulgárisabban jelenik meg, ugye szokták mondani, hogy Isten fűben, fában. Tehát, hogy valójában minél vulgárisabban jelenik meg ez a panteisztikus szemlélet, és ez a vulgaritás elsősorban a centrum nélküliség, hogy a szemléletnek valójában nincs centruma, mert kétségtelen igaz az, hogy minden Isten. Isten mindenben jelen van, valóban, de Istennek a leglényegesebb, mint egy centrális jelentősége mégsem ebben mutatkozik. Éppen ezért lehet azt mondani, hogy a centrum nélküli panteizmus a veszélyeket hordozó elgondolás. Ezt is lehet jól elgondolni, de veszélyeket hordozó elgondolás. Javaslom egyébként most, amikor a különböző Isten felfogásokat megpróbálom sorra venni, hogy mindig az autorealifikáció szempontjából, aki ezt érti, aki régebben jár előadásokra, tudja, miről van szó, tehát hogy az autorealifikáció vonat, az önmegvalósítás vonatkozásából próbáljuk meg ezeket elgondolni. Tehát nem valami absztrakt fogalmiságokat, nekem nem tök mindegy az, hogy nem tökéletesen mindegy az, hogy most mindenben benne van Isten, vagy nincs, vagy szóval, hogy ez egyáltalán hogy kerül velem relációba. Hát úgy, hogy valójában, amikor Istenről beszélek, akkor valójában a leglényegibb önmagamról beszélek. Arról a leglényegesebb fogalomról beszélek, ami a legközelebb van hozzá valójában. Ontológiai és eszkatológiai értelemben, tehát a kezdet és a vég vonatkozásában is, ontológiailag is és eszkatológiailag is. A másik, amit itt
a teizmus formái között meg kell említenünk, amiről ugye általánosan szoktak beszélni, az a monoteizmus. Vagy monenoteizmus, ugye a monosz, az egyedüli, egyetlen, és a héno görögül ugye egy, Isten. Ugye a hénoteizmus, tehát az egy Istennek a tételezés, az lehet azt, hogy ugyan sok Isten van a szemléletben, de egynek olyan kitüntetett jelentősége van, hogy a többi mint egy eltörlő jelentőségében emellett. Rögtön tegyük hozzá, hogy ennek a kvázi ellentéte a politeizmus tradicionális, valóban tradicionális vonatkozásban soha nem merült fel így önmagában. Tehát az, hogy sok istenséget tételeztek egy kiemelt, mondjuk így, hogy főistenség nélkül, az a legsúlyosabb antitradicionális deviációk körébe sorolandó, és valójában ott, ahol valódi hagyományról és valódi vallásról lehet beszélni, ott ez soha nem jelent meg ebben a formában, még akkor sem, hogyha ezt jelen, a jelenkorban, mint egy retrospektív, tehát visszatekintő vizsgálatban némelyek így állítják. Ezt állítják például a klasszikus hellenizmus kapcsán is, ugye a görög és a római ősvallás kapcsán, nem politeisztikus szemléletű volt elsősorban, holott a főistenségnek, ugye a hen, görögöknél az egy, számos és jelentős verzionális arculatát voltak képesek tételezni, mint isteneket. De valójában a maga tiszta formájában megjelenő politeizmus soha nem létezett. Most ezt megint úgy gondoljuk el, hogy rólam van szó egyébként első szemében. Teljesen értelmetlen lenne a politeisztikus szemlélet. Tehát aki ezt tételezi, az nyilvánvalóan semmit nem ért a dologból. És azért az, hogy mondjuk a kereszténység előtti tradíciók kapcsán felvethető érdemben azt, hogy nem értettek ehhez, hát az nagyon erősen kétlen. Az más kérdés, hogy amikor az apologeták, tehát a hitvédők megpróbálták ugye oppozícióba vonni a korábbi tradíciók vagy vallások formáit, akkor előszeretettel vulgarizáltak, mert az ellenfélnek a vulgarizációra éve sokkal könnyebben legyőzhető. Tehát ez megint a, ugye a klasszikus szalmabáb érvelés kategóriája, hogy valójában azt száfolták, amit a opponens nem állított. Erre mindig vigyázni kell, tehát, hogy, illetve hát amikor az ember megtámadják azzal, hogy ez ezt mondta, és milyen csúnya dolog, akkor valójában lehet, hogy az érvelőnek igaza van, csak azt nem szokták megkérdezni, hogy én valójában mit állítok. Tehát először azt kell tisztázni, hogy mit állítunk, és akkor utána lehet meghallgatni azt, hogy kinek mi az esetleges ellenvélemény ezzel kapcsolatban. Ha valaki nem érti világosan és szabatosan azt, amit állítok, akkor annak gyakorlatilag teljesen inkompetens a véleménye egy esetleges ellenvélemény megfogalmazásának a vonatkozásában. És így volt ez a politeizmussal is. Amit politeizmusként állítanak és száfolnak, azt, hogyha alaposabban megvizsgáljuk, akkor az valójában nem politeizmus. Az nem politeizmus. És aztán meg kell említeni egy Karl Friedrich Krauss nevű filozófust, Krauss, aki a panteizmus két formáját összevonta, és a monenoteizmussal egyesítette, és tulajdonképpen egy olyan szemléletet állított, ami úgy lehetne megfogalmazni, hogy minden Isten benizmus. Azt mondta, hogy valójában minden, az egész világ mindenség Istenben van. Istenben van. Tehát nem úgy van, hogy Istent kell megkeresni a világban valahol, valamilyen formában, akár konkrét, akár szubtilis elvont formában, hanem hogy Istenben van minden. A keresztény vallás ugyebár radikálisan monenoteista, tehát egyedül és egy Istent tételez. És ezen belül ugye megkülönböztetünk, a monoteizmusokon belül megkülönböztetünk három
jól ismert formát. Az egyik ugye a monoteizmus, unitarizmus, tehát hogy valójában Isten, az egyetlen és egyedül Isten, az egyszer mint egyetlen személy. Ezt tanítja és ezt vallja az iszlám, ezt vallja a judaizmus, és tulajdonképpen egy késői keresztény felekezet is, keresztény protestáns felekezet az unitarizmus. Ugye a keresztény vallás fővonulata, respektíve a római katolicizmus, a háromság, a három személy tanát vallja, tehát monoteizmus trinitárius formáját, amelyben ugye a három személy, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egymáshoz való viszonya, nagyon fontos teológiai kérdés volt, és valójában most is az. Itt ugye az általános vonulat és a legfőbb tanítás az, hogy a három személy egymással nincs alá és felé rendelő viszonyban, hanem egymással egyenrangúak. A Páter, Filius, Spiritus Sanctus, tehát Szent Szellemről van szó. Mellékesen jegyzem meg, hogy Károli Gáspár ezt Szent Léleknek fordította, egybeírva. Egyszerűen nyelvészeti okokból kifolyólag, mert abban a korban a szellem szó nem volt megtalálható a magyar nyelvben. Ezt ugye Kazinczy, a szabadkönyves Kazinczy képezte a nyelvújítás során a szellő szél, a szellő szóból. De a lényeg az, hogy latinul, pontosítva, Spiritus Sanctus, görögül, hát Neuma Hagion. Ez a Szent Szellem. Tehát a három személy egymással azonos rangú. Valójában a személyek alárendeltségi viszonyán belül nagyon fontos kérdés volt az Atya és a Fiú egymáshoz való viszonya. A Fiú. Tehát most ezt is hogy ragadjuk meg? Az első és legközönségesebb rátekintésből a Fiú az 2000 évvel ezelőtt valahol Betlehemben megszületett isteni inkarnáció, amely elsősorban őként jelenik meg, aki a világ megváltója, elvette az emberek bűneit, és ezáltal mintegy a megváltás munkáját az bűnös emberiség helyett elvégezte. Ez a rátekintés is feltétlenül érvényes, és aki nem képes többre, az helyes, hogyha így gondolja el. De a fiúság és a születés, vagy inkarnálódás, megtestesülés misztériuma azért ennél kicsit tovább gondolható, és megint csak az egyes szám első személyben is felvetődik. Itt ugye a szubordináció problémája ismételten megjelent, hogy az Atya és a Fiú milyen viszonyban áll egymással. Ez jelent meg ugye a monofizitizmus és a diofizitizmus formájában. Ugye a diofizitizmus az azt állítja, ez a római katolikus hivatalos tanítás, hogy Jézus Krisztus tökéletes két természet, ugye a diofizitizmus, két természet. Jézus Krisztus teljesen és tökéletesen Isten, és teljesen és tökéletesen ember egyszerre, minden összekeveredés nélkül. Minden összekeveredés nélkül. Ezzel szemben a monofizita jellegű irányzatok, mert tisztán monofizita kereszténység nincsen. Monofizita jellegű irányzatok azt mondják, hogy bár Jézus Krisztus Isten és ember, de mintegy az isteni természete annyira felülmúlja az emberi természetét, hogy ez utóbbi mintegy felszívódott abban. Tehát olyan nincs, azért nincs tisztán monofizitizmus, mert olyan nincs, aki azt állítaná, hogy Jézus az nem volt ember. Azért a monofizita színezetű a nem egyesült kopt keresztény egyház, a nem egyesült örmény keresztény egyház és a nem egyesült etióp keresztény egyház, amelyik ezt vallja.
tanítja. Itt megjelent egy fontos fogalom, amit Madács Imre egyébként az ember tragédiájában, ha jól emlékszem, a 7. szintben meglehetősen szarkasztikusan, és a lényeget úgy tűnik, hogy elvétő módon említ, ez a homo iusion és a homo usion problémája. Ugye a 7. szintben Ádám, Bizáncban játszódik, Ádám egy keresztes sereg élén megérkezik Bizáncba, és ott éppen tábort keres a seregének, fegyverhordozója Lucifer, és azzal a problémával találkozik, hogy nem adnak nekik szállást, akik az igaz hitért harcolnak a Szentföldön, mert ott egy hatalmas probléma bontakozik ki, és nekik is szint kell vallani, hogy ők bizony homo iusion vagy homo usion pártján állnak, mert az egyik az halálos eretnekség, a másik pedig a helyes és a jó álláspont. Na most itt valóban, ha így tekintünk rá, hogy egy ibetűről van szó, akkor ez egy nevetséges ostobaság ilyesmén problémázni. De egy kicsit a mélyére nézünk annak, hogy itt miről van szó, akkor láthatjuk, hogy a valójában a szellemi praxis egyik legfontosabb problémáját rejti ez az egész kérdéskör. Ugye homo iusion azt jelenti, hogy hasonló lényegűség. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus és az Atya az hasonló lényegű. Valójában Jézus Krisztus minden létező létforma, például a mennyei hierarchiák legcsúcsán álló létező, de végső soron, és itt van a lényeg, végső soron maga is teremtmény. Maga is teremtmény. Most gondoljuk el megint egyes szám első személyben, tehát megtestesülés, én, mint megtestesült alanyhordozó ember, valójában legvégső lényegem szerint is pusztán teremtmény vagyok. Ezt jelenti az a kis ibetű. Ha pedig pusztán és kizárólag teremtmény vagyok, ebből az következik, hogy egy olyan ontológiai hiátus áll fent. Az abszolút állapot és az én inkarnált állapotom vagy személyi megtestesülésem között, amit soha semmilyen módon nem tudnék leküzdeni. Vagyis spirituális és metafizikai értelmet realizáció nem lehetséges. A legvégső szintig elmenne, magas szintig lehet, tehát mondjuk az üdvözülés szintjéig bezárólag. De a metafizikai abszolúcia a homo iusion alapján nem hajtható végre. Ebben is van egy részleges igazság természet, tehát ez nem egy fundamentális eretnekség, most egy egyetemes ortodoxia szempontjából vizsgálva, nem pusztán a keresztény ortodoxia, tehát a tanításnak a lényegét figyelembe vevő szempontjából vizsgálva, hanem egy egyetemes ortodoxia szempontjából azt kell mondanunk, hogy bár van partikuláris érvénye ennek is, de ezt a metafizikai realizációval kapcsolatos súlyos problémát hordozza. Ezt ugye Árius, alexandriai presbiter hirdette, és ugye az ariánusok, az ő követőit a katolikus egyház eretnekeknek nyilvánította. Ezzel szemben Athanasius azt hirdette, hogy a homo usion, az azonos lényegűség, vagyis hogy az Atya és a Fiú azonos isteni lényegű valóság. Ausia, ugye az a lényeget jelenti. Ezt is jelzem mellékesen, hogy az európai szellemtörténetben folyamatosan szubstanciának fordították, amiből beláthatatlan problémák származtak. Az ausia az valójában esszenciát jelent. Esszenciát. Mind a kettőnek van egy lényeg jelentése, de az esszencia, mint a lét felső pólusa, a szubstancia pedig azt a principiumot jelöli, ami az egész megnyilvánult világ alsó bázisát képezi. Bizonyos értelemben ez is felfogható lényegnek, de ezeket a fogalmakat lehet, hogy ne keverjük. Tehát az ausia lényeg, tehát ezért lehet azt mondani, hogy a homo ausia az azonos lényegűséget jelent. Márpedig ha én, mint inkarnált személyiség, azonos lényegű vagyok az abszolútummal, akkor ebből az következik, hogy a végső állapot megvalósítható.
amennyiben, ellentétben a jelenkorral, a vallás tényleg arra lenne használva, amire gyakorlatilag eredetileg született. Nevezetesen, hogy általa a tanítsai és a rituáléja révén visszavezetem önmagamat, önmagam által önmagamba. Visszakötöm és visszavezetem magamat az eredeti állapotba. Ami a paradicsomon túli állapotot jelöli. És van aztán a heteroúzia más lényegűség, hogy valójában Jézus Krisztus az csak egy ember, az emberek közül bár az első, akit Isten, mint egyszülött fiát annyira szeretett, hogy mint egy magához emelte, adoptálta, ez az úgynevezett adoptacionizmus irányzata, teológia irányzata, hogy valójában Isten magához emelte, fiúvá fogadta Jézus Krisztust, és az emberi megváltás az ennek paradigmájára történik. Ennek mentén lehet elgondolni, hogy aki a fiúság kritériumainak megfelel, azt mint egy Isten kegyelemként fiúvá fogadja, és ezáltal éri el a megváltást. Van a diofizitizmusnak egy olyan elgondolható formája, amit egyébként így ebben a formában nem tanítanak, de lépten nyomon felmerül ez a szemlélet, nevezetesen, hogy a világban két alapvető principium küzd a főhatalomért, és az egyik ez a gonosz, a másik pedig a jó, tehát Isten, sátán, világosság, sötétség, párviadala, ami egyszer egyik, másszor másiknak a győzelmének a kilátásával kecsegtet vagy fenyeget, ami hát amennyiben kimondjuk valamiről, hogy heretikus, tehát eretnekszerű vagy deviatív szemlélet, akkor amennyiben ez nincs meghaladó első és végső principium, akkor erre bőven ki lehet mondani, hogy ez az. Ezzel nagyon kell vigyázzunk, mert valójában az, ami fundamentális eretnekség, az csak egy van, ami fundamentális, az pedig a ateista materializmus. Ami jelenlegi nyugati világnak a bevett vallása, úgymond. Ez azért fundamentális eretnekség, mert ebből semmi nem következik az emberre nézve, azon túl, hogy eszik, iszik, koitál, és aztán végül kimúlik banálisan, semmi más nem következik belőle, ha jól belegondolunk. De valójában ezek az irányzatok, amikről beszélek, ezek bár nem azonos érvényű igazságokat hordoznak, de kimondhatjuk azt, hogy egymás mellett fennálló lapidáris igazságok. Ezzel az utóbbi leszámítva, hogy ez a deviatív maniheizmus, amikor a két főhatalom egymásért küzd, tehát valójában ez nem így jelenik meg, hanem úgy jelenik meg, hogy a principium, az istenség, az alapelv, az mindent megelőz és mindent meghalad. Minden lehetséges módon elképzelhető szatanisztikus vagy ördögi elvet is. Egyébként az ördöghívők, vannak ilyen Church of Satan, meg különféle ilyen irányzatok is léteznek a jelenkori világban, az az érdekes, hogy valójában náluk nem feltétlenül gonosz a sátán. Tehát valami olyan entitásként tételezik, amely a világ felett átvette az irányítást, és amennyiben az a konform viszonyba kerül az ember, neki is különböző prosperálási lehetőségek nyílnak meg a világban. Hogy aztán halál után és eszkatológiailag mi lesz, arról viszonylag keveset beszélnek, tehát ez azt szokták mondani, hogy ez kit érdekel, majd meglátjuk, amikor oda kerülünk. Egyébként De Sade Márki, akiről ugye a elhíresült szadizmus kifejezés származik, ő valójában nem Isten tagadó volt, hanem ő a francia forradalom csodálatos kibontakozását maga körül szemlélve, megállapította, hogy van Isten, csak az éppenséggel gonosz. Tehát aki már pedig, aki a gonoszsággal kollaborál, az azt tapasztalta maga körül, aki a gonoszsággal kollaborál, annak világi előmenetele van, és ugye minél hitványabb, bajosabb, gonoszabb valaki, annál jobban érvényesül a világban. Hát nyilván ezt iróniával és mint egy didaktikus célzattal írta le, mondta, tanította, de
jól megvizsgálva a szemléletét, bizonyos részleges érvénye még akár ennek is lehet. Vagy a perverzió. Tulajdonképpen a perverz az azt jelenti, hogy amikor valaki tudja, hogy mi a jó, meg mi a rossz, és mégis a rosszat csinálja, valójában az a perverzió. Tehát amikor valaki úgy csinál rosszat, hogy nem tudja, hogy az rossz, az valójában egy tévejgő, egy ostobaságban és tudatlanságban levő ember, de a szó szoros értelmében egy perverzitás, most nem szexuális értelemben, hanem egy mentális, egzisztenciális értelemben felfogva, az valójában az, aki a rosszat, az tudatosan. Viszonylag kevés ilyen van. Tehát az emberek nagy része, amikor a legsötétebb hitványságot elköveti, akkor is meg van győződve róla, hogy az valójában jó. Az ugye egy örök nagy kérdés, hogy a jelenkori világ hátterében álló és az operatív hatalmat a kezükben tartó, vagy ágensként a legnagyobb befolyással a világ felé rendelkező létformák, azok valójában úgy tudják, hogy ők gonoszak, és ezt kellene csinálni, de csak azért is ezt csináljuk, mert mondjuk ez nekünk jó. Vagy pedig szentül meg vannak győződve arról, hogy hát ez a legjobb, ezt kell csinálni, és azért csinálják, aztán persze kiderül, hogy nem ez a legjobb, sőt a legsötétebb. De ez ugye ez két teljesen különböző kategória. Ez ugye magának a gonosznak a létével, lényével, definiálásával kapcsolatos. Ugye Goethe azt mondja, hogy kicsoda vagy te hát, de a válasz azt mondja, hogy az erő része, amely örökké rosszra tör, de örökké jót művel. Tehát van egy ilyen felfogás is. De valójában a szatanizmus, diabolicitás, az a megrontással, alászállítással kapcsolatos erő, az, ami tulajdonképpen a létformák megmérgezésével, alászállításával, és végül is az alanyhordozó embernek az elpusztításával, a törő entitással kapcsolatos. A jelenkor, ugye, ami a ciklusok tana értelmében a sötétkor egy igen előre haladott fázisa, hát ott törvényszerű az, amit ugye Dessart is megállapított, hogy igen sötét tendenciák triumfálásának lehetünk a tanúi, és még akkor hol voltunk a 1789 környékén attól, amit ma tapasztalunk ugye már a világban. És tovább megyünk ezen a vonalon, és a istenséggel kapcsolatos felfogások távol-keleti formáit is megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy itt felmerül a metateizmus kulcsfontosságú fogalma, ez ugye az Isten felettiség. Isten felettiség, a buddhizmus például, hinduizmus, vagy szanátana dharma, vagy maga a taoizmus, ahol a tao, mint principium principiorum, tehát a alapelvek alapelve, messze meghaladja azt, amit általánosan és főként personalifikált, vagy antropomorfisztikus, ember alakú formában elgondolt istenségként ismerünk. Indiában nem csak Ati Déváról, tehát istenek felettiségről volt szó, hanem Ati Isvaráról is. Isten felettiségről. Isvara ugye úr. És ezeket meghaladó szintekről. Ugye az egyik Upanishad arról beszél, hogy a világ megteremtés előtt Isten megteremti önmagát. Az abszolútum megteremti önmagát. Ugye a nyugaton, nyugati világban ismert istenség fogalom, az körülbelül az a Saguna Brahma Isvara. Ugye a gúnák azok az ős minőségek, azoknak a minőségként elkülönülő, de ős harmóniában levő együttese a Saguna. Saguna Brahma Isvara, az pedig istenségnek az ős minőségek egybefogottságával kapcsolatos úrként megjelenő és királyként megjelenő arculata. De efelett még legalább két szintet tételeztek. Az egyik ugye a Nirguna Brahma, tehát amikor az ős minőségek nem különülnek el, hanem mint egy ezt meghaladott, megelőzött és meghaladott állapotban van. Ezt jelenti a Nirguna. Nirguna Brahma, Brahma aval, nem ával, mert Brahma,
Ez megint más, ugye az a teremtő Istent jeleli. Brahma, az pedig ugye maga az abszolútum jelölésére szolgáló kifejezés. Tehát Nirguna Brahma, és e felett pedig ugye a Sadasat, ami a Sat, és az Asat a lét és nem lét, lényeg és nem lényeg, együttese és minden meghaladó csúcsszintézise. Sadasat. Sőt, van Sadasat Pati is, ennek az ura. Sadasat Pati a lét nem lét együttesének az ura. Ilyen szinteket tételeznek a keleti tradíció. Ugye a Tao fogalma, amit hát elég esetlen módon útként szoktak fordítani, tehát még Vörös is azt mondja, hogy az út, amely szóba fogható, az nem az igazi út. Tehát, hogy valójában mindaz, ami nominálisan és egy elmeműködés révén leírható, az annak nem, az maximum utalhat arra szimbólumként, ami maga a principium. Mert a principium minden verbális leírhatóságon messze túl van. Tehát az, amit az elme be tud fogni, úgymond, ami az elme körében meg tud jelenni, az nem lehet a principiummal ekvivalens, arra, mint egy távolról utaló szimbólumként fogható fel maximum. És aztán még van két nagyon fontos kérdéskör, az szerint, hogy az Isten fogalmunkat helyesen alakítsuk ki. Nevezetesen az egyik az, hogy Isten külső vagy belső. Tehát, hogy endoteizmus, Isten belül van, bennem van. Ugye a evangéliumban ez úgy jelenik meg, hogy Isten királysága bennetek van. Bár az újabb fordításokban horribile dictu, olyat is olvastam, hogy Isten királysága, Isten országa, meg királyság azért mégse, Isten országa közöttetek van. Hát nem, tehát nem erről szól, hanem arról szól, hogy Isten királysága bennetek van. A másik, ezzel szemben álló szemlélet pedig az exoteizmus, hogy Isten kívül van. Rajtam kívül van, és ennek ugye az egyik extrém és meglehetősen negatív értelemben extrém formája az, amely azt állítja, hogy Isten tőlem függetlenül fennálló objektív realitás. Tájunk meg egy pillanatra, mert ez nagyon rendkívül lényeges. Hogy itt mennyire súlyos a probléma ezzel kapcsolatban, ugye gyakorló szúfikkal beszélgettem erről, a Mehlevi Dzserahi Tárikának a tagjaival, feltettem azt a kérdést, hogy ha én nem lennék, akkor Isten lenne. Viszonylag fiatal rendtagokkal, gondolkozás nélkül vágták rá, hogy persze, hogy lenne. Tehát, hogy Isten egy tőlem függetlenül fennálló objektív realitás. Azt a kérdést is feltettem, hogy lenne világ, lesz-e világ az én halálom után? Arra is rávágták, hogy lenne, vagy lesz. Ugyanígy ez a világ. Tehát nem az, hogy valamilyen világ, mert hogy valamilyen világ lesz, azba körülbelül megegyezhetünk. De hogy ugyanez a, tehát hogy arról van szó, hogy itt megy az események folyama, mindenki eszik, hiszik, élvez, jól van, mit tudom, hogy mit csinál, csak én, mint egy lúzer, kiesek ebből a csodálatos menetből, és megy minden tovább. De gondoljuk ezt, ez a klasszikus, naív realizmus. Mert valójában, amikor én meghalok, és ezt mindenkinek egyes szám első személyben kell elgondolni, akkor valójában a halál az, hogy a világ megszűnik lenni a tudatomban. Az nem jelenti az, hogy a tudatom megszűnik. Pláne meg, hogy én megszűnök. Az annyit jelent, hogy az érzékszervi észlelésem, aminek a révén a világ fennállt, öt kapun keresztül áll fent a világ. Látom, hallom, ízlelem, tapintom, hallom. Ezen az öt kapun és a mentális képességemen keresztül, hogy ezt el is tudom gondolni. Észlelem és elgondolom. Érzem és akarom. Tehát halálban ezek megszűnnek, tehát ez a halál, hogy ezek a kvalitásaim megszűnnek, de én nem szűnök meg a halálban, hogy a kvalitásaim megszűnnek, akkor megszűnik a világ. Azt lehet mondani, hogy amikor meghalok egyes szám első szemében, az azt jelenti, hogy nem lesz többé ez a világ.
aztán azt újra teremtem a világot valamilyen értelemben, aminek ugye nagyon jó példája maga állam. Az állam. Nem hiába mondták, tanították, szinte minden tradícióban, hogy a álom az a halál kistestvére, vagy testvére. Hypnosz, morfé, testvérek. Az iszlám azt tanítja, hogy az elalvás az kis halál. Hogy ott is tulajdonképpen projekciálok egy teljesen másfél. Hát hol van az a világ? Hát hol van? Elíziumi mezőkön sétálok álmomban, az valójában hol van? Hol van az a világ? A fejemben? A fejemben van? Nem a fejemben van, a tudatomban van. Valójában. Tehát ugyanígy jön létre a túlvilág is. Létrejön, idézőjelbe téve. És annak megfelelően jön létre, hogy én milyen tudati erőkkel, kvalitásokkal rendelkezek. Elsősorban milyen erőkkel. Miket vagyok képes projicálni önmagamba. Egy hitvány gazember, az hitvány gazember sötét világot fog tudni magából projicálni, ezért ezt úgy mondjuk szimbolikusan, úgy mondták a tradíciók, hogy pokolra kerül. Az a pokol az nincs valahol, az nem egy térbeli hely, amit fel lehet keresni mondjuk űrhajóval, vagy fúrógéppel, hogy fúrunk lefele, és akkor egy csoport lesz. Lehet fúrni, de nem biztos, hogy esetleg Kínában, nem hova jutunk, hogyha átfúrjuk, hát valahova eljutunk azzal is, csak azt, hogy nem a pokol, bár azért az a menet ott elég pokoli lesz, de szóval valójában nem erről van szó. Tehát, hogy a megszűnése a világnak az ilyen értelemben jelenti a halált, és a halál ilyen értelemben jelenti a világnak a megszűnését. Mi az, ami túléli a halált? Hát Isten. És az Istennel azonosult alanyhordozó ember. Mert valójában megszűnik az észlelés, megszűnik az érzékszervi észlelés, megszűnik az agyisághoz kötött, nagyon fontos, és az jelenkori probléma, és egyre inkább agyisághoz kötött mentális jelenlét, ugye a manasz, de hát az, amit átmának nevezünk, ami az én önmagamsággal, vagy önvalóval kapcsolatos, azt nem érinti semmi. És az most kívül van, vagy belül van valójában? Hát kívül is van, és belül is. Azért, mert ebben az értelemben felfogott Isten, az egyrésztről infinitizimális, az azt jelenti, hogy végtelenül kicsi. A végtelenségnek két formája van. A végtelen nagyság, ami mindent magában foglal, és a végtelen kicsiség, az infinitizimalitás. Mi a végtelen kicsi? A pont. A pont. Az a pont, ami valójában, bár úgy jelöljük, hogy vagy oda teszünk valamit, vagy egy keresztnek a metszés pontja, de az a pont, az valójában az a szingularitás, az nincsen a térben. Az nincs a térben. Mert természetesen az időben sincs. Mert mondjuk, mondjuk valamit, ami nincsen a térben. Hát nincsen a térben a gondolkozás. Én nem a térben gondolkozok, tehát a gondolataim nem a térben. Lehet lokalizálni meglehetősen bugyuta módon úgy, hogy itt a homlok lebenyem tájékán van a gondolkozásom. De valójában nem, tehát az nem ott van. A gondolkozás, bár időben van, de térben nincs gondolkozás. Időben van, mert egy gondolatomnak van kezdete, fennmarad, elenyészik. Tehát időbeli lefutása van, de térbelisége ilyen értelemben nincs. De van olyan valóság, ami nem csak nem térbeli, de nem is időbeli. Ez pedig én önmagam vagyok. Én önmagam, mint szingularitás, mint kiterjedés nélküli végtelenül kicsi pont. Ezt kell megragadni meditatív az embernek önmagával kapcsolatban. Az nincsen a térben. És nincs az időben sem. Tehát az idővel és az időnek és a térnek a megszűnésével együtt nem szűnik meg, nem szűnök meg lenni. De valójában, mivel a lét megszűnik ekkor, ebben a végső dimenzió feletti valóságban,
magamat már csak létezőnek sem nevezhetem, hiszen létezésem, mint tiszta lét, a nem léttel relációban jelenik meg így. Ugye René Génon a Kereszt szimbolikája című művében, Kereszt szimbolikája, szakrális geometriai nyelvezettel, szakrális geometria szimbolikája révén beláthatatlan jelentőségű, amilyen doktrinát kifejt. Tulajdonképpen ott, a kereszt metszés pontja, az infinitizimális kiterjedés nélküli pont, az maga az abszolútum, ami én önmagam vagyok. Az egész világot innen tapasztalom. Mindig mindenütt a középpontban vagyok, nem tudok nem a középpontban lenni, mindig minden körülöttem tárul fel, egy, kettő pedig nincsen kiterjedésem. Az ember tragédiája nem madácsi értelemben, hanem abszolút értelemben az, hogy magát egy kiterjedt entitással, a saját személyi pszichofizikai organizmusával azonosítja. Belezuhan ebbe a peccatum originale, eredendő, eredeti bűn révén, belezuhan ebbe az identifikációs közegbe, és innentől kezdve ennek a sorsában osztozik. A testnek a sorsa átélésben, ebben az avidiában, tehát metafizikai tudatlanságban létező ember számára, az a saját sorsá válik. Az út, a szellemi út lényege, hogy a pszichofizikai önazonosítás, pszichofizikai organizmussal való önazonosításból önmagamat valódi önmagammal való azonosításba redukálom. A redukciónak az eredeti értelmében. Redukálom, visszavezetem. Ezt az ember visszatekint az életére, akkor van valami, ami konstans, bármi történt, bármi történik. Az a megszületett kicsi gyermek, a csecsemő, aki először észleli a világot, az édesanyját, az apját, az ifjú gyermek, a kamasz, a fiatal, az érett ember vagy nő, az öreg és az aggastyán, az mint egy burokként jelenik meg, de az átélő, az alany, az ugyanaz. Ugyanaz vagyok benne. Én nem öregszem, és nem is változom. Ez a kiterjedés nélkül is. Nem lehet azt mondani, hogy annak van kiterjedés, aki megfigyel. Ugye ezért mondja Szanátana Dharma, hogy Isten egyik legfontosabb, a megragadhatóság szempontjából egyik legfontosabb attribútuma, hogy a tanú. A tanú. Tehát aki a világ mindenség tanúja. Tehát nem ott van valahol, az itt van, az én vagyok. Én vagyok a tanú. Ugye a nagy tanítások, a mahávák, tatvamászi. Te magad vagy az. Az abszolútumra utal. Vagy még élesebben, amikor megfogalmazzák, akkor aham, átma, brahma, átmé. Én magam vagyok az abszolútum. Aham, átma, brahma, átmé. Én magam vagyok az abszolútum. És itt jelenik meg a Isten elképzelések legfontosabb polaritása, nevezetesen, hogy Isten heteroteoszként vagy autoteoszként fogjuk fel. Ugye a heteroteizmus azt mondja, hogy Isten más valaki vagy más valami, mint én. Nem személyes értelemben, mint én, hanem mint én önmagam, mint kiterjedésnél, ahogy az előbb mondtam. Valójában az Isten felfogások döntő többsége a heteroteizmus körében jelenik meg. Tehát az exotériák azok kivétel nélkül, azon belül is a különböző nívók különülnek el, az egészen vulgáris, az elején említettem a kaporszakáló bácsitól, a különböző, az objektív idealizmustól a szubjektív idealizmusig terjedő skálán, de ott is még a szubjektív idealizmusnak azon formái, ahol a szubjektum az valójában egy rajtam kívüli valaki vagy valami. És aztán a szubjektív idealizmusnak a végső, mondhatjuk azt is érték elméleti szempontból, hogy a legmagasabb rendű formája a szubjektív ide, az ugye a szólipszizmus, az egyedül önmagamizmus,
amelynek értelmében az istenség első és végső lényegem szerint, nagyon fontos, első nem jelen állapotomban, első és végső lényegem szerint én önmagam vagyok. Én önmagam vagyok. Tehát ha így vesszük, hogy a bálványimádás a legfőbb halálos bűn, akkor már kicsit kibontakozik, hogy ezt miért így tanították. Mert hogyha Isten egy olyan valaki, akit nagyjével írunk, és jót kell csinálni neki, és akkor valójában ő majd jóval viszonoz, akkor itt a lényeg az nem derül ki. Nem fog feltárolni, hogy miről van szó. Valójában az a tragédiája a nyugati embernek, hogy amikor az ezotériát, a dolgok végső értelmét és jelentését kivetette magából, meglehetősen agresszív és terrorisztikus módokon, az elmúlt 2000 év ennek a története, akkor valójában először mi marad? Először marad az exotéria, marad egy exoterikus vallás, amiben el kell kezdeni a tarthatatlant, valójában, mint hogyha kihúznánk a lényeget, el kell kezdeni minden áron, tűzzel, vassal megmagyarázni, fenntartani és érvényre juttatni. Az a baj, hogy ez egy idő után nem megy. Tehát az az ezotéria nélküli exotéria, az gyakorlatilag már aláírta a saját halálos ítéletét. Aztán ebből, amikor a doktrína eltűnik, a metafizikai tanítás eltűnik, akkor mi szokott maradni? Akkor marad a morál, a moralizálás. Mert a moralizálás az az, hogy megfigyelték, nagyon röviden és karikírozva leírva, megfigyelték, hogy a szentek azok hogy viselkednek. Milyen a, mondjuk így, hogy a fenomenológiájuk. Tehát, hogy egy szent, aki az ezoterikus doktrina realizációjában él, az hogy viselkedik, és amikor nincs ezoterikus doktrina, tehát nem tudja az illető, hogy mit csinál, akkor külsőleg elkezdi imitálni azt, hogy jaj, hát keveset evett, meg alig aludt, meg olyan szépen beszélt az emberekkel. És az a baj, ez így nem. Így lehet egy darabig, csak ez így nem megy. Hosszú távon. Tehát itt, amikor jön egy élesebb elme, akkor azt mondja, ne bohózkodjatok már egy gyerekek. Hát ez nem. Mert azt nem lehet tartani hosszú távon. Az ezotéria nélküli exotériát nem lehet tartani, meg etikát, meg morált önmagát. Morál, az következik a doktrinából, a doktrina következik az ezotéria az abszolútumból. Tehát ezeket nem lehet, hogy kihagyjuk a lényeget, akkor az, ami a körítés, ami egy jelenségszintű megnyilvánulás, azt nem lehet tartani hosszú távon. És hát be is következett, gyakorlatilag a teljes istentagadás és a totális bálványimádás korszaka, ugye a jelenkori nyugati civilizáció, amiben én őszintén mondom, nem értem, hogy az emberek hogy képesek egy téglát arrébb tenni úgy, hogy nem tudják, hogy mi lesz velük mondjuk a halálok pillanatában. Hát nyilván ez csak úgy lehet megtenni, hogy teljes belefeledkezettség van, teljes delíriumban, tehát azt lehet mondani, hogy egy globális méretű hipnotikus transz vette kezdetét, amiben hát az állandó jövő és menéstől gyakorlatilag nincs 5 perc, hogy átgondoljuk a lényeges dolgokat. Nem jutott erre 5 perc. Tehát azok, akik ugye elbeszélget az ember így ma azzal, hogy de most Istentől hiszel Isten, amit válaszol, tehát itt mondjuk az a szellemtörténet legfontosabb fogalmáról van szó, életébe 5 percet alig gondolkozott rajta, de ő aztán tudja, hogy az nem maradjuk már hülyeséget. Azért ezek elég elgondolkoztató dolgok. Na, de nekünk ezt nem kell követni, tehát az, hogy ugyebár azt szokták, hogy sokan csinálják, akkor biztos úgy van, hát nem. Tehát erre van ugye a klasszikus hasonlata, hogyha 1 milliárd légy szart teszik, akkor együnk mi szart, mert ennyien nem tévedhetnek. Na, de hát azért nem így van. Tehát egyelőre az nincs megtiltva, hogy miről mit gondoljunk, bár már megnyilatkozni nem feltétlen szerencsés a dolgokról, de az, hogy még úgy szűk körben az ember miről mit gondol, az még egyelőre nincs betiltva. Volt már, tehát ugye kommunista eltársaink azok ugye szépen ezt is elérték, hogy már gondolkozni se lehetett, de most egyelőre, mivel minden mindegy, meg a szemetet olyan erővel ontják, hogy gyakorlatilag az igazság úgyse jut szóhoz, azért megnyugodtak abba, hogy mindenki mindent, csak ne nagyon hirdesse. Ne nagyon hirdesse. Tehát Isten nem tudati objektum. Isten nem létező a létezők körében.
Ugye azt mondja a János evangéliuma, hogy Istent soha senki nem látta. Istent soha senki nem látta. De nem is hallotta, nem is szagolta, nem is tapintotta. Nyugodtan ki lehetne így egészíteni ezt. Mert Isten nem a tudatban, pláne nem a tudattól függetlenül fennálló objektumszerű realitás, hanem a szubjektivitás irányába keresendő meta-realitás. Ugye azt lehet mondani, hogy aki nem önmagá irányába keresi az abszolútumot, az elvi értelemben sem fogja soha megtalálni. Nemhogy gyakorlati értelemben. Egyébként az az ontológiai állítás, ami a Ószövetségben megjelenik, ugye, mikor Mózes a csipkebokorban megnyilatkozik számára Isten, akkor megkérdezi Mózes, hogy mit mondjak a népnek, ki küldött. És akkor ugye ott elhangzik az, hogy elhangzik, hogy Asher, Echiech, Asher. Ez azt jelenti, hogy úgy szokták fordítani, mondd azt, hogy vagyok, aki vagyok, a vagyok, aki vagyok, küldött. Ez tulajdonképpen a lét, egy ontológiai állítás, látszik is, hogy szimmetrikus, középen van egy ige, úgy lehetne fordítani, hogy a lét van a lét. Ez ugye a klasszikus ontológiai állítás. Akkor a lét egyenlő lét, de a lét van lét. Tehát igében is kimondja. Valójában szerencsésebb lenne, ha már így fordítják, ugye 9 lehetséges fordítása van, a vagyok, aki vagyoknak. Az, hogy voltam, aki voltam, voltam, aki vagyok, voltam, aki leszek. Vagyok, aki voltam, vagyok, aki vagyok, aki leszek, leszek, aki voltam, leszek, aki vagyok, és leszek, aki leszek. Ezt mindent kondenzáltan tartalmazza. Az ontoló a tiszta lét önmagáról való kijelentése ez. Amennyiben kijelenthető bármi ezen a szinten. Az, ami talán a legadekváltabb Isten felfogásnak tekinthető, és én izmusok nem eléggé esztétikailag nem elég kielégítő nyelvén leírható, de hát valahogy beszélnünk kell a dolgokról, akkor az úgy az lenne, hogy autó, meta, teopantolizmus. Ugye autóteizmus az az, hogy Istenség első és végső lényegem szerint azonos velem, önmagammal, metafizikai értelemben lett önmagammal. Metateizmus ugye a personális és antropomorfisztikus értelemet meghaladó állítás Istenről, és valójában a mindent és a mindenséget magában foglaló értelemben felvetve mindez. De ez a lényeg valójában. Összes többi, amivel foglalkoznak az emberek, az ehhez képest szekunder és sokadrangú jelentőségű. Már amennyiben az ember nem hajlandó arra igent mondani, hogy ő a halálban el fog enyészni. Ez egy típus egyébként, amelyik azt mondja, ja, hát 60 évig élek, nekem már elég ennyi, tehát most már jöhet bármi, megsemmisülés. Az egyébként valójában nem tudja, hogy miről beszél. Az semmiből nem ért semmit, aki ezt így kimondja. Még egy példát a végére, ugye amikor Sri Punja, vagy akit Papajiként ismerünk, felkereste Sri Ramana Maharshit, akkor közölte vele, hogy ő Krishna hívő, ha nem a itteni értelemben, ezt is mindig el szoktam mondani, tehát hanem ott van igazi Krishna hívő, meg vannak itt ezek. Tehát abban az értelemben ő azt mondja Krishna hívő, és ő látta Krishnát. Krishna ugye az abszolútum egyik avatárája, megnyilvánulás, egyik isteni arculat. És többször látta. Most azért most nem gondoljuk ezt, hogy nem vizionált, tehát úgy, hogy ja igen, a fészerbe hátul nagyanyámnál láttam Jézust. Tehát nem ez a szint, hanem hogy meditációiban eljutott arra a szintre, hogy gyakorlatilag Isten színről színre látásra, mondjuk így. És akkor azt kérdezte tőle a Maharshi, hogy most hol van Krishna? Mire a Papaji azt mondta, hogy nem tudom. Erre azt mondta neki a Maharshi, hogy akkor keresd meg azt,
aki mindig itt van. És akkor kvázi megvilágosodott, és akkor a tanítványa lett. Mert Isten mindig itt van. Tehát az, ami eltűnik, meg megjelenik, meg megint eltűnik, meg megint megjelenik, az valójában lehet valami isteni hipostázis, vagy valami olyasmi, ami az istenséggel, mint szimbólummal kapcsolatos, de Isten mindig jelen van. Mindig itt van, és minden eltűnhet, de Isten soha nem tűnik el, mert Isten apodiktikus. De nem lehet, hogy ne legyen. Mint ahogy az sem lehet, hogy én ne legyek. És ez a kettő, ez gyakorlatilag egybeér. Köszönöm a figyelmet!